Sziasztok, itt egy újabb hétfő, ami hétfő, gyorsan vágjunk is bele egy újabb hét izébe, és nézzük meg, hogy mik voltak az elmúlt napok legérdekesebb hírei. Talán a legfontosabb mind közül, hogy az elhagyatott Ferihegyi repülőtéren 50 légiutas kísérő táncolt. És vegyük észre az érdekességeket. Hogy miközben én például egészen biztosan örülnék, hogyha repülés közben is úgy táncolnának a légiutas kísérők, mint a felvételen, annak már egészen biztosan nem örülnék, hogyha a repülőgép is úgy táncolna, mint ezen a felvételen. Hogy felbukkan például a kézfogás, koronázza a gyereke. A lábsimogatás, hashtag érik egy újabb MeToo. És a videóból az is kiderül, hogyha rámosolyogsz a világra, az visszamosolyog rád. Mindenki táncol. Aztán Görögországban 42 Celsius fokot mértek a hétvégén. Meleg van. A magyar kormány pedig bejelentette, hogy 2021. január 1-től betiltja az egyszer használatos műanyagokat. Az evőeszközöket, szívószálakat, italkeverőpálcikákat és hasonlókat, és most kiderült az is, hogy ugyanerre a sorsra jutnak a bolti nejlonzacskók is. Erre főként azért van szükség, mert már most 150 millió tonna műanyag szemét úszik az óceánokban, és egy előrejelzés szerint, ha így folytatjuk tovább, 2050-re sokkal könnyebb lesz szemetet, mint halat fogni az óceánokban. Mármint tényleg, úgy matekoznak, hogy a beavatkozás nélkül nagyobb lenne a szemét mennyiségbe, mint a halaké az óceánokban. Vicces száll a sztoriban, hogy a magyar kormány úgy jelentette be a változást, mintha azt szégyelnie kellene, és megpróbálta az EU-ra tolni az egészet. Hogy valójában a közös jog kényszerítette ki a műanyagoknak a betétását. Ez olyasmi, mintha apa azzal védekezne karácsonykor a gyerekeknek átadott vadió Xbox mellett, hogy ne haragudjatok rám, nekem semmi közöm az egészhez, az anyátok kényszerített rá. Menjünk tovább. Németországban bemutatták a távolságtartó kalapot. Akik ezt viselik, azok biztosak lehetnek abban, hogy soha senki nem akar majd másfél méternél közelebb kerülni hozzájuk. Franciaország pedig megköszönte Hide the Pain Heroldnak a koronavírus idején az egészségügyben végzett erőfeszítéseit. Sose dolgozzatok stockfotóból. Sose. Aztán a Boston Dynamics rettenetes robotkutyája kezdett el járőrözni Szingapúr egyik közparkjában, hogy felhívja az emberek figyelmét a kötelező távolság megtartására, és ha úgy ítéli meg, hogy valaki túl közel mentek egymáshoz, akkor megkéri őket, hogy távol adjanak el. Ami tulajdonképpen jó fejség tőle, hiszen ennyi erővel akár agyon is lőhetné őket. Ez a robotkutya ugyanis messze a legfélelmetesebb dolog, ami eddig a koronavírussal kapcsolatban történt, és ha még bedobnak néhány ilyet a városokba, azzal tutira elérik, hogy az embereknek az a maradék kis kedve is elmenjen a járványtól. Tulajdonképpen most lett elég, szóval ez itt a vörös vonal. Emberek halnak meg világszerte, ami nem vicces. Sokan elveszik a munkájukat, ami szintén nem az. Be vagyunk szorítva hónapok óta négy fal közé, de hogy posztapokaliptikus kutyák járőrözzenek és cseszegessenek minket, eddig és ne tovább! És persze a feloldások. Az elmúlt napokban minden a feloldásokról szólt. Vidéken és Pest megyében például mától visszatér a normálishoz közeli állapothoz az élet. Látogathatóak a parkok és a játszóterek, a szállodák, a panziak újra fogadhatnak vendégeket, és már nem csak a teraszokon, hanem a beltérben is lehet tartózkodni az éttermekben, kávézókban, cukrászdákban. Első körben még egyébként ezzel kapcsolatban arra kérték az embereket, hogyha étterembe mennek, akkor mindenképpen legyen rajtuk maszk. Ami úgy hangzott, mint egy ilyen nagyon-nagyon szemét fogyókúra, aztán később pontosítottak, hogy elég a dolgozóknak viselni a maszkot, a vendégeknek csak a megfelelő távolság tartására kell figyelniük. Persze Kínában mindenre van megoldás. Ez a kislány például tök jól bebizonyította, hogy igenis meg lehet próbálkozni a maszkba nevéssel, illetve ott van, hát tulajdonképpen a legfantasztikusabb videó, ami a koronajárvány kitörése óta megjelent, és ami szélesre tárja a maszkba nevés kapuit, és dicsőséges pompában áthalad rajta. A hazai nyitás érdekessége, hogy véglegesen elszakadt egymástól Budapest, és tulajdonképpen minden egyéb az országban. Ami vicces, vagy inkább egy kicsit ilyen bizarr helyzeteket teremt, hiszen sok helyen a főváros egybeépült az agglomerációval, így aztán vannak olyan helyek, ahol a Budapestet jelző tábla egyik oldalán még szigorú korlátozások vannak, a másik oldalán meg, hát majdnem bármit szabad. Ezzel együtt mai féltő Budapestre is javult a helyzet, lehet menni a parkokba, a játszótérre, állatkertbe és strandra, viszont az éttermek a fővárosban még mindig csak ilyen teraszüzemmódban működhetnek, szigorúbbak az általános korlátozások, és hogyha semmi sem jön közbe, akkor Budapest várhatóan mindig két héttel követi majd az ország többi részét. Szóval június 1-től csinálhatjuk majd az éttermek belsejében ugyanezt. A hazai helyzet alakulása egyébként annyira megnyugtató, hogy Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint a járvány az tulajdonképpen el is múlt. A járvány veszély azonban velünk maradt. Főleg azért is mertek nyitni, mert 10 napja elkezdtek tömegesen teszteni Magyarországon, és csak alig néhány plusz fertőzöttet találtak a meglévők mellé, ami alapján hát nagyjából következtetni lehet arra, hogy hányan szaladgálnak koronavírussal a vérőkben úgy, hogy nem
nem is tudnak róla. Valamivel többen, mint azok, akiknek a koronavírus elleni védőoltással 5G csippet ültetnek majd a bőrük alá, hogy egy, a tudomány mai állása szerint legyárthatatlanul kicsi adóvevő a bőrön áthaladni képtelen 5G segítségével szolgáltasson olyan adatokat rólunk egy hihetetlen világ összeesküvés részeként, amiket egyébként ingyen átadunk a Google-nek a legolcsóbb okos mobil használatával is. A hülye világ összeesküvésekkel még fogunk beszélni egy későbbi adásban, de most nézzük meg a számokat. Régiós összevetésben viszonylag jól megússzuk a járványt, kevés fertőzöttel, és ahogy azt a két héttel ezelőtti adásomban is elmondtam, nagyon úgy fest, hogy nyárra, hát nagyrészt el is tűnhet a fertőzés. Akkor még szifinek tűnt, de most már egyre több szám támasztja alá Enődi Zsoltnak a szuperelemzését, és nagyjából ugyanez a helyzet a legtöbb környező országban is, szóval nagyon úgy fest, hogy egy normálisra, nem is olyan nagyon távolról emlékeztető nyarunk lesz idén. Elég megnézni például a járvány által leginkább érintett országot, Olaszországot. Pontosabban a járvány által addig leginkább érintett országot, Olaszországot, ameddig hát nem jött Boris, mi nem követjük Olaszország és Kína példáját, és nem zárunk be semmi Johnson, mire jött a Covid, fogd meg a söröm 19, hogy aztán hát tulajdonképpen két héttel később mégis Boris, oké, inkább mégis mindent bezárok, Johnsonként térjen vissza a brit miniszterelnök, de addigra már hát meglehetősen késő volt. Jelenleg az eleinte szintén lezárási problémákkal küzdő Egyesült Államokban és a briteknél a legmagasabb az áldozatok száma az egész világon. És ami igazán aggasztó ezekben az országokban az az, hogy hát szóval maga az ütem. Még mindig nincsenek túl a csúcson. Vagy ha el is indult a visszaesés, az még csak nagyon-nagyon óvatos. Ehhez képest a sokáig szomorú rekordot tartó olaszoknál már olyan jelentős volt a visszaesés az elmúlt hetekben, hogy gyakorlatilag meg is kezdték az ország újranyitását. Már nem csak a strandokra lehet bizonyos óvintézkedések mellett persze járni, és nem csak az éttermeket lehet meglátogatni, de maga az ország is kicsit kinyit. Akár a belső ország részekről, akár a külső határokról beszélünk. Június 3-ától szabadon utazhatnak az olaszok. A kormány feloldja a koronavírus járvány miatt bevezetett határzárat a szomszédos országok és a régiók között is. Az olasz gazdasági élet fokozatos újranyitása jegyében hétfőtől kinyithatnak az üzletek. A gyárak és ipari parkok már május 4-e óta működnek. De lazítanak az írek, a portugálok, és nyitnak a strandok az egész földközi tenger partvidékén. És ahogy említettem, Görögországban nagyon meleg volt a hétvégén. Június 15-től teljesen megnyílik az osztrák-magyar határ, Csehország és Szlovákia is elkezdett dolgozni a határzáraknak a feloldásán, vicces módon első körben egymás irányába, amivel igen, egy kis időre, 17 évvel azután, hogy megszűnt, újra létrejön egy ilyen, egy Csehszlovákia. Újra lesz Kisvakond és Uncájsz? Nem tudom. De igény lenne rá. Szlovéniában bejelentették a járvány végét, és feloldották a határzárakat. Horvátországban pedig még nincsen végleges dátum, de várható a június közepétől szabadon utazhatnak az uniós állampolgárok a turizmustól nagyon-nagyon erősen függő országba. Szóval igen, 2019 nyaráról elnézve ide egészen abszurd nyára lehet számítani. Amikor centivel mérik, hogy betartjuk-e a kötelező távolságot a strandokon, amikor a pincérek maszkban szolgálnak ki minket, amikor hát ilyen applikációkkal segítik a nemzetközi utazásokat, és amikor a stewardessek nem csak felszolgálnak, de talán táncolnak is a repülőn. Viszont, ha a márciusi várakozásainkhoz hasonlítjuk a formálódó nyári valóságot, akkor abból, hát akkor abból az egyik legjobb expectation reality összevetés keveredik ki. És azért jó, mert fordítotja a megszokottnak. És bár a korona velünk marad, és elég nagy esély van arra, hogy ősszel újra támad, valószínűleg szemetebb módon, mint bármikor korábban, legalábbis ha megnézzük, hogy a spanyol nátha mit művelt az első, majd a második hullámban, akkor láthatjuk, hogy majdnem ötszörös volt a különbség az áldozatok számában, és még a harmadik is duplázott az elsőhöz képest. Ugyanakkor, ha jön is egy második hullám, előtte legalább lehet egy közel normális nyarunk, amikor kifújhatjuk egy kicsit magunkat, és lehet elég időnk arra, hogy felkészüljünk a vírus visszatérésére egy Merkeli szerint akár már novemberben érkező vakcina segítségével, hogy aztán úgy rúgjuk segbe a koronát, hogy az egyenesen visszarepüljön a gonosz tatu denevér tobzoska mutánsba, ahonnan előmászott. Kösz, hogy velem voltatok, vigyázzatok magatokra, a héten még találkozunk. Sziasztok! Kész vagyok. Elmondtam az igazságot a koronavírus titkáról.